Üdvözlet mindenkinek, és ez 2019-es ez a cikk, augusztus 20-a, és ez voanews.com. Arról beszélnek, hogy biometrikus azonos, személyazonosítást vezetnek be Szenegában, akár íris, akár új lenyomat, annak érdekében, hogy élelmiszert, illetve egészségügyi ellátást kapjanak az emberek. Hogyha valaki veszi a fáradtságot és meghallgatja ezt a videót, elmondják nekünk, hogy a probléma az, hogy a nem állami szervezetek, ezek az úgynevezett NGO-k, az a tevékenységükkel létrehoztak egy fekete piacot, ahol lehetséges az, mivel a személyazonosítás az nem elég fejlett Szenegában, meg a világ számos más országában, hogy egy ember ezeket felveszik tehát a segélyt az egyik helyen, és aztán egy másik helyen ugyanúgy képesek felvenni ezt a segét, hiszen nem tudják azonosítani a személyüket, ezért lehetséges többször is ebbe a rendszerbe bekerülni. Kérek meg mindenkit arra ezen a ponton, hogy osszátok meg a videó linkét és amennyiben hasznosnak találjátok a munkánkat, támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik megtették ez óriási segítség. Haladván tovább, pontosan azt látjuk, hogy hogyan működik ez a rendszer, ez Credence, a, cég neve, aki ezt előállítja, ezt a rendszert, és először a retinát, szkennelik utána az új lenyomatot, és így azonosítják az embereket, elkerülvén azt, hogy többször részt vehessenek a rendszerben. Egy 6 dolláros, ha jól emlékszem, azt hiszem 6 dollár az éves díja az egészségügyi rendszernek, majd, hogy nem csak egy általános alapegészségügyi ellátás, és abban mindenki, aki regisztrálva van, és ben vannak az adatai ebben a rendszerben, részt vehet. Elég hamar eljutottunk idáig. Látja mindenki azt, hogy a háború, ez a betegség, meg a káosz, ami következik, és összeomlik a rendszer majd, abból az új rendszer már így fog működni. És ezt láthatjuk, hogy Szenegában, illetve azokban az országokban, mint például Ugye valamelyik balti államban, nem is tudom, Észtország, talán, ahol a legfejlettebb ez az elektronikus kormányzás, ott is ez megfigyelhető, hogy az egész rendszer átkerült már online. Ha valaki nem regisztrált, akkor az nehezen tud részt venni ebben. És a jövőben ez lehetetlen lesz. Szóval mindenki, aki nem hajlandó részt venni majd a rendszerben, az kimarad azokból az előnyökből, amelyeket az biztosít. Mivel a többségnek a hite, az nem elégséges, ezért könnyen abban a helyzetben találhatja magát majd a többség, ezek az emberek, hogy rá vannak utalva a kormányzatra, mert nem lesz kézzelfogható segítség a láthatáron. És ekkor már szerintem elképzelhető, hogy hogy lehet kényszeríteni az embereket, még ha nem is közvetlenül arra, hogy, hogy valamilyen úton-módon ezt a biometrikus azonosító technológiát elfogadják. Ami szerintem a Bibliából jól ismert Fenavat bélyege dolog lesz, hogy milyen formában ki tudja, nem is ez a lényeg. Természetes, hogy az embereknek megvannak a fenntartásaik a rendszerrel kapcsolatban. Ez a rendszer egyébként az új lenyomatra, a retinára, illetve az arcra fókuszál. És megtudjuk azt is, ami szerintem nagyon érdekes azok számára, akik úgy hiszik, hogy lesz valamiféle Fenavat bélyege, hogy a retinát lefényképezik, és utána. Ezt a színes részt egy fekete-fehér képen átkonvertálják egy bináris kóddá. Mindenki fog tehát kapni egy kódot az alapján, hogy a retinája, az arca, illetve az új lenyomata, ezek az adatok hogyan összegződnek. Úgy fogalmaz jelenések könyve, meg is mutatom, hogy Senki se vehessen, se el se adhasson, hanem csak akin a fenevad bélyege, vagy neve, vagy nevének a száma van. Most, hogy mik ezek, pontosan nem lehet tudni, én ezt elfogadom, ám azt észben kell tartania mindenkinek, hogy ahogyan halad a világ, úgy egyre többet tudunk meg erről a, erről a dologról, és most már azért nem elképzelhetetlen, hogy az embert egyfajta kóddá alakítják az ő biometrikus, azonosítói alapján. Ami megdöbbentő számomra az az, hogy a Credence ID, ennek a cégnek az azonosítója, az már több mint 30 országban használatos. Indonéziában például ezt már használják a hitel kiadásnál a bankban, mikor kisebb hiteleket adnak az embereknek, hogy megakadályozzák a csalást. Azt állítják, hogy a cél az, hogy a bank nélkül maradt embereket is ki tudják szolgálni. Mindig van valamiféle nemes cél a törekvéseik érdekében, de végső soron értse meg mindenki, hogy a totális kontroll az, ami a lényeg. Argentínában például használták, amikor egy busz balesetnek az áldozatait próbálták azonosítani. Ez elképesztő, de Nigériában például vizsgák előtt is használják ezt már, hogy azonosítják, azonosítsák, azonosítani, tud, tudják, a tanulókat. Most figyelje meg mindenki ezt a videót, hogy hogyan is történik ez az azonosítás Nigériában. Én ezt észre sem vettem csak most így másodjára. Szóval engedik be a gyerekeket, ez gondolom valami propaganda videó azonosítják őket, és aztán érkezik valaki, aki nem azonosította magát, és ezért vissza kell mennie, stb. Látja mindenki, hogy hogy fog ez működni majd a boltban. Érthető? El kellett, hogy menjen a vizsgára? Ugyanez az a boltban, a kórházban, a rendőrségen, mindenhol máshol. Aki nem hajlandó részt venni a rendszerben, az a társadalmon kívül fogja találni magát. Ahogyan azt láttuk, az utopisztikus, vagy inkább a disztópikus filmekben, mint például a pusztítóban, vagy a dreadbíróban. 2021. március 26, és ez az utolsó hír, amivel befejezzük. India bemutatta az új e-kormányzati digitális személyazonosító rendszert, ahogyan ugye ennek a fajta személyazonosításnak a jelentősége növekszik. Egy milliárd személy, személyes tranzakciót helyettesítettek digitális rendszerek tavaly, ugye 2020-ban. Egy milliárd személyes tranzakciót ami szerintem elég elképesztő. És itt is láthatjuk ezeket a kódokat, ezt a bináris 01 rendszert, amiről beszélt a Credence cégnek a vezetője, hogy ezért fogják átalakítani, vagy konvertálni az embernek a biometrikus adatait ezekké a bináris kódokká alátámasztván azt, amit oly sokszor elmondtam már, hogy a világkormányai együtt dolgozzak. Annak ellenére, hogy úgy tűnik a felszínen, például, hogy Oroszország, Irán és Kína közel van egymáshoz, míg eltávolodik a nyugati hatalmaktól, látszik, hogy ugyanazon a törekvésen és ugyanazon az úton vannak. Egyfajta digitális technológiára alapuló diktatúra az, amit ki fognak építeni a világot. Ez van Iránban, Kínában, Amerikai Egyesült Államokban, Európában mindenhol. Szóval miért gondolja azt valaki, hogy ezek az országok harcolnak egymással, mikor ugyanaz a céljuk, a, tör a cselekedeteik megmutatják, hogy ugyanarra törekednek. Elindult Iránban ez a program, hogy kiépítsék a biometrikus digitális személyazonosítást. A következő körben a Munkaügyi és Jóléti Minisztérium, a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium, az iráni egészségügyi. Biztosító szervezet, ami gondolom a TB-nek felel meg ott, aztán megint valami jóléti és társadalmi biztonsági minisztérium, illetve irán központi biztosítója az, akik részt vesznek majd ebben a programban. Céljuk az, hogy digitalizálják a különböző szolgáltatásokat, úgy mint a közbiztonság, igazság, illetve létrehozzák ezt a biometrikus digitális azonosító rendszert. Irán vezetője Rouhani arról beszélt, hogy az élet az új világban okosabb lesz, és ez az okosodás ez egyre széles körülben elterjedt, minden nap növekszik. Ez a kibertér, ez az életet egyszerűbbé teszi, a folyamatokat meggyorsítja, és kizárja a korrupciót, tette hozzá. Ez Irán vezetője, az elmaradt harmadik világ, a muszlim ország, ahol még a kőkorszakban élnek, miközben erről beszélek. Azért, mert minden ország egy követ fúj, és közösen dolgozik azért, hogy az emberiségen egy technológiai diktatúrát tudjon érvényesíteni, illetve létrehozni. Hogy kérek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg a videó linkét, és amennyiben szeretnétek, illetve hasznosak találjátok a munkánkat, támogassátok azt. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan folytatjuk. És halleluja!